Sziasztok! Most a kosárrendszer szeretném bemutatni a szervelemem. Ez egy egyedi dolog szerintem, ritka a szervel, ahol ilyen van. Mert a legtöbb szerven a hagyományos pulthoz odamész és per vásárlás, aztán kijön egy dialog, igen. És kiválaszthatom, mit akarsz venni. Na hát nem így van, mert van egy teherrendszer, amiről egy másik videóban fogok beszélni. És ahhoz kell alkalmazkodni ennek a kosárrendszernek is, mert a kosárrendszer sokkal reálisabbá teszi a vásárlást. Szóval valóságban csúly van, ugyebár bemész a boltba, per kosár parancsal felveszed a kosaradat. Kiírja egyből, hogy elkezdesz pakolni a kosárba, két parancsod van per kosárba és per kosaram. Beírom, hogy per kosaram, kiírja, hogy semmi sincs a kosaramban, és hogy 10.000 gram szabad hely van nálam. Ez a teherrendszer része, szóval magánál az embernél, és csak annyit pakolhatsz a kosárba, amennyit vásárlás után el is tudsz vinni magaddal haza, hogy mondsz. Szóval valóságban se veszel 500 tonna WC-papírt, úgyhogy egy zacskód van, amivel el kéne vinned haza. Szóval egy meggátolja azt, hogy a játékosok olyanokat vegyenek, amik nem férnek el nála. Szóval akkor oda kell állni egy valamilyen termékhez, például egy papírhoz, és per kosárba parancsa berakunk. Beraktál egy csomag papírt a kosárba, legyen 3 csomag papír. Aztán vegyünk mondjuk 2 üveg ásványvizet, egy doboz energiaitalt. Mi ez, menjünk még? Vegyünk egy táskát. Ott van a kötél, igaz, nem tudom, máshol nem tudtam rakni, majd lehet áthelyezem, de hát most itt a gabonapelyheknél van a kötél. És akkor vásárlás befejezettén még vegyünk feltöltőkártyát, amit később is lehet használni, szóval, hogyha semmi közepén vagytok, nincs pénz a telefontok, akkor elővesztek egy feltöltőkártyát, beírjátok a számokat, és már fel is van töltve. Na szóval nézzük, mit vettünk eddig per kosaram. Még 8050 g-ra vásárolhatunk, egy darab kötél, 2 üveg fél literes ásványvíz, egy darab táska, 2 darab 5000 forintos feltöltőkártya, egy doboz energiaital és 3 csomag papír. Ezt utána úgy tudjuk megvásárolni, hogy ideállunk és beírjuk a per kifizet parancsot. Ha nincs elég pénzünk, akkor ugyebár nem tudjuk megvenni. Per kifizet, és aztán odaírjuk, hogy KP vagy BS, készpénzzel vagy bankszámlával, bankkártyával akarunk fizetni. Kifizet KP, és kiírta, hogy megvette a kosár tartalmát. Per kosaram. Nincs nálad kosár, látszik, hogy egyből leraktam a kosarat, úgymond vásárlás után. Per zsebem, itt van teherbírás 4200 g per 15000 g, ásványvíz 2 liter, jaj, nem 2 liter, rosszul elírtam egy izét, na mindegy, ez csak egy elírás, semmi más. Papír 3 darab, energetal 1 darab, és that's all. Ó, még a zsebemhez hozzá kell írni a feltöltőkártyát, mert a kötelet, mert ezt nem írja ki. Na mindegy, hát ennyi lett volna a bevásárlás rendszer. Köszönöm, hogy néztetek. Sziasztok!